Megtalálták a föld borcsakráját, ezzel viccelődött Csutorás Ferenc, Csernus Imre és Mészáros Péter, amikor az elhagyott kivágásra ítélt érseki dűlőről leszületelték a szőlőt és elkészítették belőle az első bort. Különleges bor lett, és mivel nem tudták, milyen szőlőből készült, érseki titokbornak nevezték el. Bozót és akácos volt itt, de 14 hektáron megvolt az a 100 éves szőlő, amelynek a megmentésére alakult az almagyar érseki szőlőbirtok, mesélték a tulajdonosok. A 3,5 hektáros birtok nagy része új telepítés, az érseki birtokról megmentett vesszők mellé telepítettek még kadarkát, olasz rizlinget, mézesfehéret, menoárt, furmintot és leánykát. Én mindig szemeztem ezzel a területtel, és 2009-ben a utolsó pillanatban, amikor kivágták a szőlőt, akkor én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megnézni azt a bort, amit a borkombinát is külön kiemelve kezelt mindig. Tehát a 14 hektáros érseki dűlőnek a szőlőit mentettük meg. Csernus Imre azt mondja, szeretné, ha a vendégek is részesülnének a lelkesedésükből, boldogságukból. Itt megtalálom azt az egyensúlyt és energetizálódást, amivel tudom csinálni magas szinten a munkámat. Meg arról nem is beszélve, én mindig szeretek új dolgokba belevágni, megújulni, mert ezáltal leszek több, meg teljesebb. Bor, szőlő, szállás és fürdés, olyan borkempinget álmodtak, amely Európában egyedi. A három csőszkunyhó mellé kilátót, medencét, kempinget és borteraszt építettek. Akár a medencéből is megérinthető az a szőlő, amelynek a borát a vendég issza. Tőlem jobbra látható a Cigléd. Utána folyamatosan megyünk, akkor található a Felsőgalagonyás, Egedhegy. Nem csak nézni lehet ezeket a dűlőket és szőlőket, 10 borász vendégborai lesznek kóstolhatók a borteraszon, olyan borok, amelyek a környékbeli dűlőkben teremnek. Dűlőtúrákat is szerveznek katonai terepjárókkal, hogy megismertessék az egri határt. Meg tudják mutatni az érdeklődőknek, melyik dűlőben miért és mit telepítettek. És persze azokat a borokat kóstolják túra közben, amelyek az adott dűlőben termettek.